Szent Pállal mi is mondottuk, ha nincs feltámadás, hiába mi hitünk, de mi pont ezért jöttünk össze, és az egész egyház azért találkozott, már tudjuk, hogy fel van feltámadás, és Jézussal mi is majd fel fogunk támadni. Rocca Daniel Celestin 2 éve, augusztus 1-én kezdte meg lelkipásztori tevékenységét Nagyatádon. Dani atya itt töltött ideje alatt sok lelki gyakorlatot szervezett. Több zarándokúton is részt vett híveivel. A helyi fiatalokkal pedig ifjúsági találkozókon és hittanversenyeken is. Idén júniusban pedig az egyházi sportnapot rendezték a városi strandon. Itt 18 település és több száz hittanos diák sportolhatott és imádkozhatott. Táskánkban szendvics és kiflit tettünk, plébános hajt bennünket, angyalok és szentlélek léteinket. Dani atyát június végén mentették fel a nagyatádi plébánia szolgálata alól. Jó volt itt lenni, jó itt megismerni az itáni híveket, de nem csak a híveket, a városi embereket. Nagyon-nagyon megkedveltem ezt a város, és ezért nem is szívesen mentem volna tovább. Ahogy említettem, múlt alkalommal az engedelmesség nekünk nagyon fontos, és hát a püspökön keresztül a Isten így akarta, hogy tovább menjek. Rengeteg élménnyel megyek innen vissza, és örültem neki, hogy akkor ezt nekem megadott, hogy akkor itt láttam 2 éven keresztül. Úgyhogy szeretettel gondoltam a nagyatádiakra, a város szépségére. Kérdezték. Mindörökkel, mert Sándor László plébános. Szép jó napot, én pedig Pál Marietta. Örvendek. Ön akkor az új atya, akit köszönhetünk Nagyatádon. Augusztus elejétől városunk katolikus híveit Varga László püspökatya Sándor László plébánosra bízta. Augusztus 10-e óta vagyok Nagyatád plébánosa, előtt a Kaposvár melletti Szent Balázson voltam plébános, a hozzátartozó 7 másik falut láttam el. Előtte 4 évig Siófokon káplánként szolgáltam, valamint püspökatya megbízásából az egyházmegye hivatás referense is vagyok. Ez azt jelenti, hogy az utánpótlás válogatottért én felelek valamennyire a papnövendékekkel való foglalkozást is támogatta a püspök úr a papnevelvén kívüli idejük és tevékenységük szervezésében. László atya 1986-ban született Kaposváron. Érettségi után jelentkezett az egyházmegye papnövendékének. Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte. 8 éve szentelték pappá. Szolgálatának elején szándékában áll megismerkedni a helyiekkel. Nagyatád lakossága több mint 10 000 fő, és ennek közel fele katolikus, tehát egy elég nagy közösséget vettem át. Konkrét tervekkel nem érkeztem Nagyatádra, az első időkben szeretném megismerni az itteni embereket, az itteni helyzeteket, lehetőségeket, és ennek fényében, függvényében terveket megfogalmazni. Augusztus végéig a miserend és az egyéb rend, amit kihirdettek, nem fog megváltozni. Szeptembertől lesz némi változás, amit majd időben hirdetni fogunk a kedves híveknek és a nagyatádi lakosoknak. A katolikus egyház legfontosabb Mária ünnepének, Nagy Boldogasszony napjának szentmisét már ő celebrálta.